Holnapig pályázhatnak a civil szervezetek a megyei önkormányzat kiírásaira, ugyanis március 6-a a határidő. 7 ország 10 településének küldöttje vesz részt tavasszal a testvértelepülések találkozóján Gyergyó alfaluban. Már szervezik a március 10-i felvonulást Marosvásárhelyen a Székely Szabadság napjáról való megemlékezést. Köszöntöm nézőinket egy újabb márciusi hét kezdetén. Jó estét kívánok! Idén is pályázhatnak a civil szervezetek kulturális, sport, családi, ifjúsági és turisztikai programokra, népviseletre, valamint az önkéntes tűzoltó alakulatok is letehetik igényléseiket különféle fejlesztésekre, Hargita megye tanácsa pályázati programjain. Az idei kiírások keretösszege meghaladja az 1 millió 800 ezer lejt, a pályázási határidő március 6-a. Közel egy hónapon keresztül folyamatosan fogadták a megyeházán azokat az iratcsomókat, amelyekkel a különböző civil szervezetek Hargita megye tanácsa által kiírt pályázatokra jelentkezhetnek. A 2018-ban megrendezésre kerülő eseményekre, felszerelés vásárlására lehet igényléseket leadni. Idén a pályázatok keretösszege 1 millió 728 ezer lej, a leadási határidő pedig március 6-a. Nagyon korai leadási határidő van, hiszen hamarabb fogadtuk el a költségvetést, ami azért jó, mert így az év első felében megszervezendő rendezvényekre is már lehet pályázni. A tavaly ez nehezebb volt, hiszen inkább az év második felében szervezett rendezvényeket tudtuk támogatni, úgyhogy egy szerencsés esetről beszélünk most. Tavaly is több százezer lejre pályáztak a gyergyószentmiklósi szervezetek. Nem csak kulturális programokra kértek támogatást, hanem mások mellett népviseletvásárlás finanszírozására is pályáztak, de továbbra is a sport tevékenységek vagy felszerelések beszerzésére nyújtott támogatásra van a legnagyobb igény. Gyergyószéken folyamatosan nő a pályázási kedv, ennek nagyon örvendek, sport terén például a tavaly is nagyon sok pályázat érkezett, de kulturális tevékenységek terén is, és az a jó, hogy bizalommal fordulnak hozzánk a pályázók, és minden településről szinte jönnek különböző tevékenységre pályázatokat leadni. Ebben az évben 8 témában lehet pályázni, kulturális rendezvényeket, ifjúsági tevékenységeket, családoknak szóló programokat, sporttevékenységeket, önkéntes tűzoltó egyesületeket, népviseletvásárlást, valamint turisztikai programokat támogat Hargita megye tanácsa. A pályázási határidő tehát március 6-a. A pályázási feltételek és összegek egyébként konzultálhatóak Hargita megye honlapján is, a www.hargitamegye.ro oldalon. Március 8-án csütörtökön kezdődik az elemi osztályba való beiratkozás. A Fogarasi Mihály Általános Iskola 2 hagyományos és egy step-by-step módszerű osztályt indít 25-25 hellyel. A Vaskertes Általános Iskolában egy hagyományos és egy művészeti osztályba várják a gyerekeket. A Kóskároly Általános Iskolában egy előkészítő osztállyal kezdenek ősszel. Mindegyik iskola szervez a beiratkozást megelőzően szülői értekezletet, ahol a szülők megismerkedhetnek a tanítónőkkel, az iskolával, és minden részletet megtudhatnak a beiratkozással kapcsolatosan. A Vaskertes Általános Iskolában ma tartották a szülői értekezletet, a Kóskároly és a Fogarasi Mihály Iskola holnap szervezi meg a találkozót a szülőkkel, előbbi 17 órától, utóbbi 19 órától. A gyerekeket az iskola körzetéhez tartozó városrészekről lehet beiratni. Az Oktatási Minisztérium közlése értelmében a gyerekek elemi osztályokba való beiratásának első szakasza zajlik március 8-a és 26-a között, majd április 12-e és 18-a között a második szakaszra kerül sor, amikor azokat a gyerekeket lehet beiratni a szabadon maradt helyek függvényében, akik az első szakaszról valamilyen okból lemaradtak. Az előkészítő osztályba azokat a gyermekeket lehet beiratni, akik 2018. augusztus 31-jével bezárólag betöltik a 6. életévüket. A szülők kimondott kérésére azonban a 6. életévüket 2018. szeptember 1-e és december 31-e között betöltő gyerekeket is be lehet iratni előkészítő osztályba, amennyiben megfelelő pszichoszomatikai fejlettségi szinten állnak. Erről a megyei oktatási tanácsadó központok állíthatnak ki megfelelő elismervényt március 1-e és 23-a között.
7 ország 10 településének küldöttje vesz részt május 25 és 28-a között a testvértelepülések találkozóján Gyergyó Alfaluban. Az Alfalvi Önkormányzat Helyi Értékek Egyenlő Európai Értékek projektje pozitív elbírálásban részesült az Európai Unió Európa Polgárokért pályázati kiírásán. E révén bonyolítják le a programot. Idén is megszervezi a több éves hagyománynak örvendő testvértelepülések találkozóját Gyergyó Alfalu. Rendhagyóan ezt ezúttal a községnapok keretében tartják meg, május 25 és 28-a között. Ennek különlegessége idén az, hogy egy Európai Uniós projekt révén Európa 7 országának 10 településéről várnak vendégeket a rendezvényre. Megpályázott program célja az, hogy a történelmi különbözőségek, de az európai együvé tartozást próbáljuk erősíteni ezen a pályázaton, ezen a programon keresztül. Ez azt jelenti, hogy első körben ismerjük meg egymást minél jobban, második körben pedig próbáljunk együttműködni azokon a felületeken, ahol erre lehetőség adódik. Helyi Értékek Egyenlő Európai Értékek címet viselő program keretében a magyarországi, lengyelországi, szerbiai, olaszországi, horvátországi, szlovákiai vendégekkel szeretnék az alfalviak a térséget megismertetni és megszerettetni, ugyanakkor a meglévő kapcsolatokat erősíteni szeretnék, az új partnerekkel pedig együtt kívánnak működni a jövőben. Merem remélni, hogy ennek a találkozónak, akár csak a többi hasonló testvértelepülési találkozónak a legfőbb célkitűzése és eredménye és egyúttal a kapcsolatok erősítése lesz, és hát ugye azon keresztül, hogy sikerül egymás értékeit jobban megismerjük, így ezáltal egymáshoz közelebb tudunk kerülni, és egyfajta hát kommunikáció, kapcsolattartást tudunk kialakítani, ami hát nem csak szűk körben, tehát az önkormányzat és az alkalmazott, illetve tanács körben, hanem ez ki tud terjedni egészen a lakosság szélesebb körére is, ugye, és akkor azt reméljük, hogy ha van, aki direkt, vagy van, aki indirekt módon, közvetlen vagy közvetett módon tud bekapcsolódni ebbe a ennek a programnak a hozadékába, úgymond. A program tervezet szerint a testvértelepülések találkozója konferenciaszerű bemutatkozóval kezdődik, majd pedig kulturális műsor összeállításra és kulináris programokra is lehet számítani. Egy konferenciával kezdünk, ahol mindegyik meghívott település bemutatkozik és elmondja magáról azt, amit a legfontosabbnak tart, és a konferencia végén pedig lehetőség lesz kettőnként, hármanként beszélgetni arról, hogy ki milyen területen működne együtt a másik esetleges partnerrel. Nem elfelejtendő, hogy csúcsosodik a konferencia egy együttműködési szándék nyilatkozat aláírásával, amiben jelezzük unió fele, hogy mi együtt kívánunk működni, hogy milyen térségen, milyen felületen azt utána fogjuk megkeresni. Bemutatkozásnak több válfaja lesz, tehát először lesz ez a szokványos, kivetítős, elmagyarázós, mesélős bemutatkozás. Ezen kívül minden partnert arra kértünk, hogy ha van olyan nem túl nagy létszámú, esetleg nagy színpadra való produkciója, ami róla szól, azt hozza el magával. És mivel, hogy hasán keresztül lehet megfogni mindenkit a leginkább, ezt a hölgyek tudják a legjobban, hát egy olyan bemutatkozó is lesz, ahol mindenki igyekszik majd megfőzni a rá legjellemzőbb ételt, amit bárki megkóstolhat, aki arra jár. A vendégtelepülések küldöttei mindemellett a községnapok egyéb programjain is részt vesznek majd. Többek között a labdarúgó bajnokságon is szerepelni fognak. Az Alfalvi Önkormányzat Helyi Értékek Egyenlő Európai Értékek projektjének Európai Uniós alapokból finanszírozott keretösszege 25 ezer euró. Február 15-én rajtolt az első házprogram és a 2018-as évre jóváhagyott keret 5%-a már el is fogyott, nyilatkozta az Országos Garancia Alap vezérigazgatója Alexandru Petrescu. Mint mondta, naponta 60-70-en igényelnek kedvezményes bankkölcsönt az első házprogram keretében. Egy ilyen iratcsomó feldolgozása idén átlagban 5 napot vesz igénybe, míg tavaly 21 napig tartott ez a folyamat.
Már szervezik a március 10-i felvonulást Marosvásárhelyen. A Székely Szabadság napjáról való megemlékezés kiemelten fontos mozzanata az autonómia küzdelemnek. Bár a helyi hatóságok a korábbi években megpróbálták hátráltatni a megemlékezést, a szervezők pereket nyertek és folytatódik a megemlékezés szervezése. Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek. Többek között ez a motto határolta be az előző években a Székely Szabadság napjának célkitűzését. Az igény Székelyföld területi autonómiája. Eddigi években gondot okozott a szervezőknek a rendezvény előtti napokban az a tény, hogy több irányból gátolni akarták a felvonulást. László György, az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei szervezetének elnöke úgy fogalmazott, engedélyről szó sem lehet. A román törvények értelmében bejelenteni kell az ilyen jellegű megmozdulásokat, engedélyezni nem kell, hangsúlyozta. Az EMMP az SNT stratégiai partnereként van jelen a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie, hogyha annak ellenére, hogy bizonyos romániai hatóságok, vagy a médián keresztül, vagy más forrásokon keresztül erre próbáltak hivatkozni, ez mind-mind érvénytelen. Mi bejelentettük a szándékunkat, ezt a törvényszéken előző években is, hogyha visszaemlékszünk, megnyertük a pereket, engedélyről szó sem lehet, bejelentettük, és a rendezvényünket meg fogjuk tartani idén is, mint előző években. László György elmondása szerint írásban elküldték szándékaikat a csendőrségnek és más illetékes intézményeknek egyaránt, ezáltal szerinte betartva minden procedúrát, amit a törvény előír. Várjuk a válaszukat, valószínűleg be fognak hívni megint bizonyos tárgyalásokat folytatni, de elvégre, hogyha belegondolunk, és a törvény, amit előír, az gyakorlatilag a polgármesteri hivatalban megtartott bizottsági ülés, ahol mi elmondjuk a szándékainkat, hogy miről szól ez az egész rendezvény, ahhoz, hogy a hatóságok kellő módon fel tudjanak készülni, hogy problémamentesen zajlódjon ez az egész. Korábban idén februárban Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke kéréssel fordult a Székelyföld lakóihoz, illetve mindazokhoz szerte a nagyvilágban, akik az autonómia ügyét támogatni akarják, hogy anyagilag járuljanak hozzá a Székely Szabadság napja sikeres megtartásához. Mivel a Székely Nemzeti Tanács jogi személyiséggel nem rendelkezik, az adományokat a Securitas Egyesület gyűjti. Eddig a támogatások összértéke nem haladja meg a 200 ezer forintot. Február 22-e és 25-e között szervezték meg Bukarestben a Romexpót, amelyen Kovászna, Hargita és Maros megye turisztikai egyesületei közösen népszerűsítették Székelyföld természeti, kulturális értékeit és turisztikai látványosságait. Maros megye egy multikulturális megye, és az ebből adódó sokszínűséget akarjuk megmutatni a turistáknak is. Éppen ezért a bukaresti országos turisztikai vásáron fontosnak tartottuk, hogy jelen legyünk a Székelyföld standon, de ugyanakkor egy különálló standdal is, ahol a megye minden térségét népszerűsítjük. Maros megye jelentős része Székelyföldhöz tartozott, így Szovátán is környékén, illetve a Nyárád mentén a magyar kulturális örökség és hagyományok a meghatározóak ma is, miközben Segesvárnak is környékének a szász örökség ad egyedi hangulatot, a Maros és Görgény völgye térségében pedig a román kulturális örökség a meghatározó, nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke. Hozzátette, a bukaresti turisztikai vásáron a megye sokszínű kulturális öröksége mellett a gyógyturisztikai lehetőségeket és a természeti látnivalókat is népszerűsítettük, illetve készítettünk erre az alkalomra egy 2018-as eseménykatalógust is. A kiadványban Maros megye legfontosabb kulturális rendezvényeit mutatjuk be, így a fiatalokat megcélzó zenei fesztiváloktól a klasszikus zenefesztiválokig, illetve a néptánc találkozóktól a filmfesztiválokig minden bekerült a katalógusba, ami a turisták számára vonzó lehet, nyilatkozta a székelyhon.ro portálnak adott interjújában a megye elnök. A Szovátai Turisztikai Információs Központ iroda vezetője is jelen volt a Romexpón. Maros megyéből Szovátáról mondjam úgy ketten voltunk a kolléganőmmel. Maros megyéből a megyei tanácstól voltak még, mivel a megyei tanács is standdal képviselte a megyét. Szovátáról ugye voltunk a megyei tanács standjánál, a
Székelyföldi standon és a Balneóvárosok Egyesületének a standjánál. A Rom Expo-n a Székelyföldi stand figyelemfelkeltő arculattal, különböző programokkal, ajánlatokkal képviselte a térséget. Orbán Dénes Albert elmondta, Szovát a kiemelkedő látogatottságnak örvend, mégis fontosnak tartják az egységes brendet. Alig ért véget a Rom Expo, Székelyföld képviselői már úton vannak Budapestre a Hung Expo-ra, hogy ott is képviseljék, népszerűsítsék térségünket. A Vándormozi Gyergyó Szent Miklósra is elhozza a Kincsem című filmet. A Herendi Gábor által rendezett monumentális, romantikus játékfilm 1989 óta a legnagyobb költségvetéssel készített magyar filmes alkotás, amely számos díjat elnyert már különböző fesztiválokon, a rendezés, a forgatókönyv, a díszlet, a jelmezés, a főszereplők alakítása önmagáért beszél. Küzdelemről, szerelemről, szenvedélyről szól az új történelmi kalandfilm, amelynek cselekménye az 1848-49-es szabadságharc leverése után kezdődik, majd a kiegyezést követően folytatódik. A film főhősei Európa akkoriban leggyorsabb versenylova, a veretlen Kincsem és gazdája gróf Blaskovics Ernő, aki bár a szabadságharc után mindenét elvesztette, ám rátalált Kincsemre. A csodalóval sikert sikerre halmoz, és neki köszönhetően nemes küzdelemben győzheti le apjagyilkosát, von Oettingen bárót, ám időközben menthetetlenül beleszeret annak lányába. A szerelem vagy a bosszú fontosabb, teszik fel a kérdést az alkotók. A választ az eddigi, nagy sikerű vetítések ellenére sem tudhatták meg sokan. A filmet március 11-én 16 órától láthatja a Gyergyószentmiklósi közönség a Művelődési Ház színház termében. A 12 éven felülieknek ajánlott filmre a jegyára 15 lej. Elővételben a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ irodájában válthatók, munkanapokon 9 órától 16 óráig, illetve a www.avandormozi.ro oldalon. Hogyan cseng a barokk zene, hány muzsikust adott a világnak a Bach dinasztia, és mikortól kapott főszerepet a cselló? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre kaphattak választ a résztvevő gyerekek a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia februári lecke hangversenyén. A barokk szonáta Bach és fiai, ezzel a címmel tartották a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia februári lecke hangversenyét. Fiatal művészek szólaltatták meg a barokk korra jellemző hangzásvilágot. Sándor Ágnes Klára fuvolán, Lokodi Rozália oboán, Bordos Nagy Kinga csemballón, illetve Sziatoszláv Perepelícia csellón játszott. A résztvevő gyerekek megtudták, hogy a barokkban a zongora elődje, a csemballó volt az alaphangszer. A látszat ellenére azonban a húrok nem billentéssel, hanem pengetéssel szólalnak meg legbelül. Itt a húrokat nem megütjük, nem kalapáccsal ütjük, hanem valamikor régen, képzeljétek el, hogy varjú tollból készítettek ilyen pici kis tüskeszerű dolgokat, ami megpendíti a húrt. A hangszer ennek a megoldásnak köszönheti ezüstösen csengő hangját. A barokkban a csemballó és a cselló egy szólamot képviseltek, kontinuónak nevezték, ez nem hiányozhatott a barokk zenéből, ahogy a Bach dinasztia sem, hiszen a rendkívül népes család rengeteg muzsikust és számtalan zeneművet adott a világnak, nem kevesebb, mint 71 zenész került ki a dinasztiából. Közülük Johann Sebastian Bach a legismertebb, legtehetségesebb és legtermékenyebb zeneszerző. Ő maga is 20 gyermeke közül 4 fiút nevelt kiváló muzsikusnak. A pénteki lecke koncerten az is kiderült, milyen volt a barokkban a mai gordonka. A barokkorban történt az, hogy annyira befutott lett ez a hangszer, hogy elkezdte kiszorítani az elődjét. Az elődje egy érdekes hangszer volt, ugyan ilyen kinézete volt, talán egy kicsit kisebb felépítés és hasonló, csak annyi, hogy nem volt neki ez a támasztó lába. És akkor a két térc között tartották, és ezért az volt a neve, hogy Viola da Gamba, mert ő a lábszár jelenti a gambát. És magyarul is van egy nagyon szép kifejező elnevezése, hogy tért hegedű. A mélyen búgó cselló vagy gordonka Johann Sebastian Bach előtt nem kapott szóló szerepet, ő viszont reflektorfénybe helyezte a hangszert. Thank you.
két másik, a korszakra jellemző dallamhangszer is felcsendült a nevelő hangversenyen. Az oboa és a fuvola felelgetős párbeszédet folytattak egymással. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia rendszeresen szervez oktatókoncerteket, hogy közérthető nyelven közelítse a gyerekekhez a komoly zenei műveket. Legközelebb egy közismert zeneművet, Prokofjev, Péter és a Farkas című darabját hallgathatják meg a kis- és középiskolás tanulók. Ezek voltak már a híreink, köszönöm figyelmüket, szép estét, a holnapi viszontlátásra!